Sonka, tojás, torma és egy fonyód lengyeltóti mérkőzés így húsvétra. Áldott húsvétot kívánok mindenkinek, köszöntöm a Fonyód Televízió nézőit, és az ünnep mellett egy jó mérkőzésben bízunk a mai nap folyamán. A csapatok hamarosan köszöntik a nézőket. A Somogy megyei másodosztály északi csoportjának első helyezett csapata látogatott ma Fonyódra. A Fonyód pedig a második helyen állt a fordulót megelőzően, tehát ez a bajnokságban nagy rangadónak számít, és egyébként is szomszédvári csatára mindig sokan eljönnek, mint ahogy lehet is látni, hogy a lelátón a szokottnál többen foglalnak helyet. A játékvezető Bana Gergely lesz, segítői Ballér László és Nagy Béla. Rózsaszín feketében lesznek majd a vendégek, rikító világos zöld fehérben pedig a fonyódi csapat, a Petőfiese. Nézzük is meg a kezdő csapatokat. A vendégeknél Zrínyi Miklós állította össze a gárdát, aki ugye fonyódi. Egyessel Horváth Norbert véd, kettessel Madarász Szabolcs, hetessel Geist Patrik, nyolcassal Sipos Bence, kilencessel Smida István, 11-essel Pap Márk Adrián, 13-assal Rádi Csantal, 14-essel Andri Grény, 15-össel Marci Róbert, 17-essel Izsák Patrik és 69-essel Fazekas András, csereként 3-assal Georgi Roland, 10-essel Szekeres Gergő és 12-essel Tompa István áll rendelkezésre. A fonyódi csapat pedig Deme Norbert játékos edző döntése nyomán a következő: 1-essel Finta Balázs véd, majd 4-essel Császár Viktor, 7-essel Ambrus Márton, 8-assal Anderman Máté, 9-essel Takács György, 10-essel Bérci Dávid, 11-essel Kovács Norbert, 12-essel Vajan Gyula, 15-essel Kovács Dávid, 16-ossal Deme Norbert és 18-essel a kapitány Molnár Ákos, csereként 25-ossal Szabó Roland, 3-ossal Baranyai Dávid, 6-ossal Dancs Norbert, 14-essel Fenyvesi Flórián, 17-essel Böszörményi Rihár, 19-essel Mák Patrik és 20-assal Matuca Ádám állnak rendelkezésre. Ősszel 1-0-ra a lengyeltóti győzött, a jegyzőkönyv szerint Andri Grény góljával. Mi azonban úgy tudjuk a beszámolók alapján, hogy Böszörményiről pattant akkor még Varga Balázs kapujába a labda. Egyébként ma Vajan Szilárd nem áll a csapat rendelkezésére, őt Balatonföldváron állították ki, ahol 1-1-es döntetlent ért el. Két héttel ezelőtt a csapat múlt héten szabadnapos volt, és ezért ma Finta került be a csapat kapujába. A kispadon pedig, mint hallhatták, már ott van Fenyvesi Flórián, aki hazatért, és a keretbe már is bekerült. Mint ahogy Mák Patrik ugyan a kezdőben nincs ott, de a keretben most is ott van, ugye ő döntött el a Balatonberény elleni rangadót 3 héttel ezelőtt hazai pályán. És ez a mérkőzés nagyon fontos, hiszen a két csapat között már 12 pont a különbség, de a Fonyód egy meccsel kevesebbet játszott, jövő héten lesz szabadnapos majd a lengyeltóti. Úgyhogy ha még szeretne a Fonyód egy nagy hajrát indítani az első hely megszerzése érdekében, akkor ma minden eddiginél jobb teljesítményre lesz szükség. Már is egy indítás, de Les az asszisztens jelzése alapján Geist Lesről indult. Természetesen a vendég kispad nem ért egyet. Említettem, hogy Zrínyi Miklós a vezetőedző, aki a szintén ex-fonyódi Latyák Tamástól vette át a csapatot, tehát fonyódiak tevékeny részt vállalnak abban, hogy a lengyeltót ilyen sikeresen szerepel, és a csapatban is ott van az az Andri Grény, aki tavaly tavasszal még a Fonyódot erősítette. Közben Takás György próbál meg helyezkedni, de tisztázott elő le 13-assal Rádi Csanttal, és a kispadon ott van a télen klubot váltó Tompa István is a lengyeltótiaknál, ugye ősszel még a Fonyód játékosa volt. Georgi Roland pedig szintén a kispadon ülő is játszott korábban a Petőfiese csapatában. Kovács Norbert fogja majd elvégezni ezt a bedobást. Takács, ő Balatonföldváron megszerezte első gólját, továbbotint a játékvezető, két komolyabb összecsapás is volt, de nem látott szabálytalanságot Bana Gergely játékvezető. Vajan Gyula teszi a bal oldalra Molnár Ákoshoz. Ambrus. És még mindig érkeznek nézők. Bérci elől pedig kivágja Madarász. A lelátó tetejére érkezett meg a labda. Molnár íveli középre. Izsák tudta elfejelni. És aztán Andri indul őróla, tudjuk, hogy nagyon gyors, de Császár jobban helyezkedik, és meg is szerzi, és aztán még rá is rúgja az ukrán támadóra.
Lengyel Tótiban, a másodosztályban sokkal eredményesebben futballozik egyébként Andri Grény, mint tavaly tavasszal tette azt Fonyódon. De hát az még akkor a Megye 1 volt, és Fonyód sem volt éppen a Megye 1 meghatározó csapata akkor. Takács, meg kéne tartani azt a labdát. Bérci, a bal oldalon lehet fordítani, támadni. Molnár, Bajant ezt még megszerezheti. És aztán kedvező pozícióban a lengyeltóti védő ki is zárta Vajantot, és megpróbálják kihozni Sipos passzol középre, ő is megfordult Fonyódon, de nem a felnőtt, hanem az egykori Pamuki Zsolt vezette utánpótlás csapat erőssége volt Sipos Bence. Schmida a vendégkapitány ível. És aztán Fazekas Andrással szemben szabálytalankodtak a miénk. Ő a góllövő lista vezetője. Fintáé hangosan jelezte is. Ami a tavaszi szereplést illeti, a Fonyódnak van 3 döntetlenje és 1 győzelme, nagyon kevés gólt rúgtunk, hiszen 4 mérkőzésen 3 rúgott, igaz, csak 2 kapott gól, 1-0-0-es és 2-1-1-es döntetlen, meg egy 1-0-es győzelem ugye a Berény ellen, tehát a Berény ellen egy rangadót azért sikerült megnyerni, és ma is ez lenne a feladat. Deme! Ambrus, Kovács, elég parázs jelenetek mindjárt a mérkőzés legelején. Kovács Norbert, ez nem lesz jó, de Deméhez kerül a labda. Labda birtoklásban ma is a Fonyód jobbnak tűnik mindjárt a mérkőzés elején. Takács, ezt szépen csinálta, de egy bedobás lesz belőle. A lengyel Tóti pedig végül is a tavaszi szezont 1-2-2-es döntetlennel kezdte a Buzsák ellen, de aztán 7-2-re nyertek Andocson. 2-0-ra verték a Balatonszárszót Lengyel Tótiban. Balatonberényben azonban kikaptak 5-2-re, és ez is mutatja, hogy azért meg lehet nyerni ezt a mérkőzést is akár. És aztán a múlt héten 3-1-re legyőzték a Földvárt, ugyancsak hazai pályán. Egyébként a mérkőzést megelőzően a két utánpótlás csapat összecsapását a Fonyód nyerte 3-2-re. Az is egy izgalmas mérkőzés volt, reméljük, hogy ez a felnőtt találkozó is élvezhető lesz. A Somogy foci is külön kiemelte ezt a mérkőzést a fordulóból. Leírták, hogyha a Fonyód még szeretne esetleg az első helyért rohamot indítani a tavasz második felében, akkor ma nyerni kell, de ehhez jobb támadó játék kell, mint idáig, mert valóban a góllövéssel hadilábon álltunk. Bízhatunk abban, hogy ez ma jobban fog menni, egyelőre motiváltnak tűnik a társaság, de komolyabb események a kapuk előtt még nem történtek. Molnár. Ugye Merz László még mindig sérült, ezért is lett ő a csapatkapitány. Az Bércinek megvan. Ez szép volt Anderman, ahogy átvette elegánsan a labdát, és óriási helyzet maradt ki Takács kapásból Anderman beadása után. Megszerezhette volna a vezetés, azonban Horváth Norbert valahogy megszerezte a labdát. Jó, kezdünk volt egy helyzetünk is. Ez a 7. perc eseménye volt. Egyébként Ambrus közen próbál kilépni, de Horváth jelzi, hogy ez az övé. Visszafelé szorul Madarász, de aztán befelé hozza. Kovács szépen megelőzi, csak aztán elpattan tőle egy izsák, szerzi meg, és aztán Császár még hozzáér. Demének kell közbelépni, és keményen lépett oda a 69-es számú Fazekas Andrásnak, aki a balatonberényi shifterrel holt versenyben vezeti a góllövő listát egyébként. Szóval jó lesz rá odafigyelni. Schmida. Madarász. Szóltak a csontok is, ahogy azt szokták mondani, Schmida tovább a bal oldalon megtalálja Madarászt.
ő ível egyet, és ezt vajon szépen tulajdonképpen csak zavaró repüléssel oldotta meg, tudta ő, hogy ezt nem fogja tudni elérni ott Pap Márk. Finta pedig hozhatja a labdát majd. Finta eddig egyszer védett a tavasszal az első mérkőzésen az Andocs ellen, és utána már vajon Szilárd élvezte Deme Norbert bizalmát, de ősszel is egyébként, amikor Szabó Roland Varga Balázs mellett volt foglalkoztatva. Az még helyzet is lehet Molnár előtt, ott van a helyzet, és megint kimarad Takás György, valahogy ahogy átvette a labdát, távolra pattant tőle, és ez elég volt Horváth Norbertnek, hogy lecsapjon rá. De újabb gólhelyzetünk adódott némi védelmi bizonytalanság után. Hetedik és a nyolcadik percben is volt egy Takács megmozdulás. Deme. Jó látni egyébként, hogy most milyen sokan vannak itt a József utcai sporttelepen. Takács. Megindul, és aztán föl is rúgják. Szabálytalanul tudták csak megállítani. Van a Gergely határozottan érkezett, és csendre inti Rádicsot, aki reklamált, és egyébként szabálytalan is volt. Bérci és Molnár is ott van a labda mögött. Ősszel veszélyesek voltunk a pontrúgásokból, tavasszal ez kevésbé sikerült. Azonban mondhatjuk talán, hogy a Fonyót dominál a mérkőzés elején, és két kisebb lehetőségünk volt már Bércivel. Takács belekanalazott, de ez nem volt veszélyes, kirúgás lesz majd. Horváth Norbert hozza a labdát, és nem kapkodja el a kirúgást, ő is tudja, hogy most nem baj, ha egy kicsit levegőhöz jutnak az övéi. Egyébként, ami a bajnokságot illeti, említettem, hogy egy mérkőzéssel többet játszott a Lengyel Tóthi, ez 17 találkozót jelent eddig. 14-szer győztek, egy döntetlen és két vereség. 61 rúgott és 21 kapott gól, lesz plusz 40-es, tehát nagyon tiszteletet parancsoló eredménysor. 43 pont a Fonyót, 16 mérkőzést játszott, 9 győzelem, 4 döntetlen, 3 vereség, 27 rúgott és 9 kapott gól, 18-as gólarány és 31 pont. És közbe fennakad Marci Róbert, szabadrúgást is kapott. Madarász teszi előre, megint Marcinál van a labda. Tovább is tudja tenni, aztán Molnár próbált közbeavatkozni, de Pap tovább viszi egy ívelés. Geist rajtól, még megmenti az alapvonalnál, vissza is gurítja, Fazekas, Fazekas még. És aztán Kovács tudja útját állni, és még ki is rúgja szépen Norbi. Madarász ballal egyből középre. Vigyázni kell, mert az még ott lehet. Geist mellett elől szerzi meg Kovács. És aztán megnézi a játékvezető, hogy mi is történt ott az egyik vendégjátékossal. Kovács Norbert pedig majd bedobást végezhet el. Mégsem, mert játékvezetői labdával
Folytatódik a mérkőzés, Anderman pedig vissza fogja adni. Jár is érte a taps. És Mida hazaadta. Horváth Norbert a bal oldalra tette ki a labdát. Nem volt szabálytalan Kovács Dávid, mondom én. Bana Gergely ezt máshogy látta. Izsák el is végezte gyorsan a szabadrúgást, és aztán viszi be az üres területre, középre. Fazekas lép vissza a labdáért. Császár nagyon határozottan megállítja, Anderman indítana, Ambrus. És ez Fonyódi labda lesz majd, mert nem Ambrusról ment ki. Kovács dobja be, Ambrus tovább pörög. A labda, Anderman a földre kerül, így Fonyódi szabadrúgás lesz. A fordulóban két találkozót szombaton játszottak le, Balatonszárszó-Zamárdi 1-0, Balatonföldvár-Szőlősgyörök 10-0. Molnár Ákos közben kéttagú sorfalat állít Horváth. Molnár pedig elcsavarja, eltalálja ugyan a kaput, de ez nem volt komoly feladat Horváth Norbert számára. A kirúgás viszont jónak tűnik. Vajannak kellene megmenteni, ez nem sikerült, viszont vissza kell zárni, és a jobb oldalon még nem vagyunk meg. Molnár Ákos mutatta Geist, Patrikot, hogy vegye át valaki. Közben Anderman, ez is kint van. Andri Grain. Deme. Molnár szépen és az üres területre tudja betolni, és aztán indít is, és ez nem lesz. Ambrus gólhelyzetben vezetheti Horvátra. Ambrus még. Ambrus és Horváth véd hatalmasat. És közben egy sárga lap is. Tizenhármassal, tehát Rádics kapta a sárgát. Molnár pedig jön majd a szöglettel, volt tehát már gólszerzési lehetőségünk. Molnár jön a szöglettel. A berobbanó ember Császár volt, de elfejelték előle, Sipos, aztán Anderman szépen megszerzi a labdát, meg is tartja. Megpróbálja beadni még, és aztán kifejelik. Mida vágta ki. Bérci készül szabadrúgást elvégezni. Bérci. Ezt is kifejelik a vendégek, eddig jól hárítják a légi veszélyeket. Kovácsnak kell figyelnie, mert Fazekas ott ólálkodik, és aztán Deme fejeli el, és megy is érte, ez meg lesz még játékos edzőnknek. Szépen Andermanhoz passzol. Anderman, Ambrus. Nincs előtte senki. És még előtte is marad egy kis szerencsével, aztán rosszul oldja meg, elkapkodta Ambrus Marci. Kovács Dávid íveli az üres területre, Takács Lesről jön vissza. Molnár Ákos adott jó tanácsot Ambrusnak. Thank you.
A lengyel Tótiak kapusa rúgja előre a labdát. 0-0 a mérkőzés állása, Deme fejeli le. Sipos előzi meg Molnár Ákost. Kovácsról visszapattam Molnár elé. Ütközni kell. Az biztos, hogy a motivációval nincs probléma. Mindkét csapat tagjai beleállnak az összecsapásokba, keményen küzdenek a játékosok minden egyes labdáért. Az eddig eltelt 17,5 perc alapján ez egy jó kis meccs, főleg az eddig tavaszi hazai meccseket látva, vagy azokhoz hasonlítva. Csak ahogy itt az előbb a Fonyódi kispadnál elhangzott, nehogy megbosszulja magát az, hogy néhány lehetőséget, illetve egy komoly helyzetet már elhibáztunk. Lengyel Tóti egy rutinos jó csapat, nem véletlenül vezeti a bajnokságot. Ambrus lép vissza egy labdáért, de Sipos tudja megjátszani. Bérci kis hián megszerezte a labdát, aztán Molnár meg is szerzi, és bal külsővel indítana, és Bérci pedig most mehet egyedül a kapura, ez egy újabb zicser. Bérci középre teszi Ambrusnak, Ambrus visszateszi, vajon miért rúgta ki helyzetből, és ráadásul les. Hát ezt nem is értem, miért nem vállalta el Ambrus, amikor szembeállt a kapuval. Ez valószínűleg önbizalomhiánynak tudható be. Mert az rendben van, hogy önzetlen akart lenni. Geist újra lesen van. Megint azt reklamálják a vendégek, hogy beragadt egy Fonyódi. Fenyvesi Flóri is bekiabált Ambrusnak, hogy ezt el kellett volna lőni, teljesen igaza van. És mondjuk Fenyvesi Flóri el is lőtte volna, ha ő van ott. Gyanítom, hogy nem kis feladat elé állíthatta volna a kapus, de ez nem így történt, és ez így már mindegy is. Császár közben, Andermann. Viszont újabb gólhelyzetet tudtunk kidolgozni. Egy ívelés, aztán Smida elfejeli. Ambrus ugrik közbe, de szabálytalankodott. Most már a negyedik olyan lehetőségünk volt, vagy konkrét gólhelyzet, amiből vezethetnénk. A támadójáték az egyelőre nem a leghatékonyabb, és akkor finoman fogalmaztam. De mondom, nem rossz eddig a mérkőzés, és talán azért azt elmondhatjuk, hogy inkább a Fonyód akarata érvényesül. Geist vissza, rosszul ért a labdához. És idegesnek is tűnnek egyébként a lengyel-tóti játékosok. Azt viszont nem árt megjegyezni, hogy minden bizonnyal ők akkor sem lesznek szomorúak, ha ez a mérkőzés döntetlennel ér véget, és jelen pillanatban 0-0-át mutat az eredményjelző. Akkor, amikor Rádics üggyel bajjal szerelte Takácsot, ezért Fonyódi bedobással jöhetünk, amit majd Bérci végez el. Andermann szépen az üres területbe megjátsza Bércit. Egy az egyben viszont nem tudta most megverni Rádicsot. És aztán Pap előre vágja, Császár kőkeményen csapott le ellenfelére, de szabálytalan is volt, és Geist sem tudta tovább vinni a labdát, ezért Bana Gergely nem tudott előnyszabályt alkalmazni. Smidaivel. Kovács kicsúsztatja, Izsák még begyűjtheti, de nem gyűjti be, inkább megelégszik a bedobással. Feltámad a szél közben. Egyébként az eredményjelző szerint 15-16 fok van. Nagy bedobáshoz készül Pap.
Deme kifejelte, Andermann lecsap a labdára, begyűjti. El is hozná. A bepassz jó Ambrusnak. És szépen teszi el, Takács elé, aki viszont rosszul ér hozzá. Meg kellene támadni Pap Márkot, jelezte is Fenyvesi azonnal. Eltalálja Izsákot, akiről kimegy a labda. Hát valószínűleg nem ma játszik a legjobban a lengyel Tóti eddig, és nem ezért listavezető. Kovács vinné tovább. Itt most talán lehetett volna előnyszabályt alkalmazni, ő is ezt nehezményezi. Még a tartaléklabda is begurul a pályára, akkora a szél. Huszonnegyedik perc, Molnár a labda mögött. Bérci elsétált onnan. Ezt Ákos el is vállalhatja, de beadásnak talán jobb. Jön is egy belöbbölt labda, és Lestint a játékvezető, illetve az asszisztens jelzésére lefújja. Az első félidő felén túl, ha értékelni kellene, akkor azt mondanám, hogy Fonyódi fölény. Lehetőségek, helyzetek formájában is megtestesül ez, de 0-0 az állás, ami sokkal inkább a vendégeknek jó. Molnár jól mozog egyébként ma csapatkapitányunk, és most az üres területbe belőtt labda se lett volna rossz, ezt még Andermann megszerzi. Ambrus előtt szabad a terület, meg kellett volna indulni Marci, most már ehhez talán késő van, egy kicsit vissza is teszi Molnárnak. És együttes erővel Smida és Madarász, aztán Molnár megállítja az ellenfeleket. És Izsák. Nem éppen sportszerű stílusban ment Molnár Ákosra. Sárga lap és mindkét félnek. Tehát Molnár Ákos és Izsák Patrik is. És Dancs is sárgát kap. Repkednek a sárga lapok. A 26. percben azt lehetett sejteni, hogy parázs mérkőzés lesz, de ilyen jelenetekre semmi szükség. Játékvezetői labda, és közben Baranyai nyugtatta csapattársait a kispadról. Dancs azért kapott sárgát a padról, mert ő viszont nem nyugtatta a társait, hanem reklamált. Császár fejjel, Andermannnak kell biztosítani, aki, mint elmondta, Ambrus helyére jött vissza, aki nem zárt hátra. Molnár ismét a földre kerül, most azt is mondhatnám, hogy egy kicsit utaznak rá. Molnár indítása Bérci felé, ezt Izsák fejeli vissza. Ambrusnak oda kell figyelni, és védekezni is kell Marci. Deme ezt meg fogja tudni szerezni, és kipöcköli Madarász elől. Felpaprikázódott a hangulat, azért azt leszögezhetjük. Huszonhetedik perc, nagy bedobás Paptól. Elszámolta magát egy kicsit Finta, viszont Molnár jöhet, és Bérci is indul mellette. Sikerül az üres területbe rúgni a labdát Molnár Ákosnak, Bérci megtorpan egy picit, nem volt pontos a passz, aztán visszateszi Molnárhoz. És Molnár volt szabálytalan, rádítsa a szemben.
Schmida. Ambushoz kerül a labda. Nem nagyon nézett fel, de szerencsére Andermanhoz pattant. Meg lehet játszani Kovács Dávidot, ezzel sikerült előrébb jutni néhány métert. Kovács, Takács megpróbálja megtartani, ez sikerül is. Anderman segíteni kellene neki. Kovács. Ez meg lesz Demének, de visszafúj Bana Gergely egy szabálytalanságot. Ismét Schmida fogja magára vállalni ezt a pontrugást, de csak hazaadja. Visszajött a labdáért Marci Róbert, és aztán indítaná a jobb oldalon csapattársát, Andri Grényt, aki vajon talál szemben. Andri Grény. Deme elsodorja a labdát, és aztán egy lövés! És szöglet lesz, ezt Finta védte. Marci lőtt kapura. Az első olyan szituáció, ami után a lengyel Tóti veszélyeztette a Fonyódi kaput, és jöhet a szöglet 30. percben. Anderman megszerzi a labdát. Takács megpróbál lefordulni, de ez nem sikerült. Madarász Szabolcs állította meg. Az is biztos, hogy Takács György is sokkal jobban mozog, mint az első két hazai mérkőzésen a tavasszal. Geisz nem figyelt oda. Későn reagált, és közben Császár szabálytalankodik, aki azonnal kap egy sárgát is. Márka labda mögött. Fintához kerül. Ambrus. És szabálytalan volt. Geisz cipőt cserélt, és jönne vissza, de meg kell mutatnia. Visszaengedi Bana Gergely Geisztet. Takács. Ez Molnáré lesz. Fellazult a lengyel Tóti. De belép közbe szépen. Visszateszi Vajon Gyulának, aki ma bal hátvédet játszik egyébként. Volt ő már bal szélső és jobb hátvéd is a Fonyódban. Molnár indít. És oda kerülhetne Ambrus elé, de Madarász nem hibázott akkorát. Geiszt maga elé engedi a labdát, és aztán, mint semmi, Császár a labdát piszkálta el. Két kispad is megbeszéli egymással az imént történteket. Finta közben métereket jött előre. Ambrus rossz helyre fejeli, tulajdonképpen átfejelte Takács feje fölött. Geisz lecsúsztatja, Demének kell hazaadni. Aztán Finta nem a legjobban találja el, vajon ezt még megmentheti, de kifejeli, vissza kell zárni. Hangzik el a kispadról, és valóban így van, hiszen nagy területek maradnak a lengyel Tóti előtt. 33. perc, továbbra is gól nélküli döntetlen.
azt azért lehetett sejteni, hogy sok gólos meccs nem lesz, mert ez nem jellemző a Fonyót találkozóira. Ősszel is ugye 1-0 volt, azon kívül viszont a lengyel Tóti szórta a gólokat, és azon a találkozón csak egyszer köszöntek be a Fonyót, pedig egyszer sem, Ambrus. Lehet, hogy ma is egy gól döntheti el a találkozót. Molnár. Fönnakad, és tulajdonképpen bevitték a darálóba kapitányunkat. Fájlalja is most már a lábát. Kovács Dávid a jobb oldalon megtalálja Kovács Norbertet. Császár. Kicsit elpattant tőle. Kovács Dávid visszakéri és kapja. Anderman lép középre. Most kéne egy jó passz. Siposról felpörög. Takács. Elfejelik, Vajant lő. Szép próbálkozás volt. Mellé ment. Kovács Dávid visszakapja a kényszerítő után Molnártól, és aztán André Grain szépen lép közbe, mutatja, hogy őt lökték. Ez nem hiszem, hogy most így utólag meghatnában a Gergely játékvezetőt. Ki tudják húzni Molnár elől, Fazekasnak meg kell tartania ez a feladat. Császár nem tud szabálytalankodni, mert van egy sárgája. Vajant pedig nagyon jól lép közbe, Finta pedig előre vágja. Ambrus elvéti, és Izsákról megy ki, mondom én. Valójában Ambrusról mehetett ki, mert a lengyel Tóti csapat folytathatja a játékot bedobással. Fazekas. Madarász középre, egy felperdítés feleslegesen, Anderman. Anderman. Molnár várja be a labdát. Visszacsel. Kovács Dávidnak tehette volna, nem tette, Bérci leveszi, aztán elrúgják előle. Az előbb mondta Zrínyi Miklós a Tóti kispadnál, hogy ez nem az a meccs, ahol emelgetek. Hát ez percről percre beigazolódik. Ő is ezer szállal kötődik, ugye Fonyóthoz, az öreg fiúk csapat oszlopos tagja, az utánpótlásban is Fonyódon tevékenykedik. Vajant, Anderman. Ugye januárban vette át a lengyel Tóti csapatát Zrínyi Miklós, hiszen a télen Latyák Tamás elhagyta a lista vezetőt. De Zrínyi Miklós folytatta a munkát, és hasonlóan eredményes, mint elődje volt. Vajant lép közbe. Császár. Kovács. Madarász, Takács megszerzi, és Madarász még el is rúgja a labdát, sárga lap. Harminchetedik perc, Molnár. Elindul, viszi még mindig Molnár, lejön a blokkról, Geist, Izsák. Egy indítási kísérlet, Fazekas fejeli fel, érkezik Marci, Vajant haza tudja adni. Svinta rosszul találja el, fel is hördül a kis pad mellett, a lelátó is.
már kiabálták be a labdaérintés előtt, hogy nyugi, nyugi, nyugi. Ezek szerint számítottak rá a Fonyódi cserék, hogy gondot okozhat ez a labda. Ajant. Sipos egyből középre, Kovács kifejeli. Madarászhoz kerül azonban. Madarász ellövi, ez veszélytelen fintája egyébként is. Finta rúgja előre. És egy kicsit alá támasztott Rádi Csantalnak. Most fejpárbajt vesztett Kovács Norbert, de szabálytalankodott is vele szemben Marci Róbert. Finta. Nem volt a legjobb kirúgás. 39. perc. Bajant és Grény sokadik csatája egymással. Grény a földre kerül, ez Bérci jóvoltából történt, és úgy szerezte meg Kovács Dávid, ezért jöhet egy vendég szabadrúgás, ami után Fintához kerül a labda. Most már azért többet birtokolja a lengyel Tóti a labdát, mint a mérkőzés első szakaszában. De egy lövésen kívül ez igazából másban nem igazán nyilvánult meg. Deme. Kovács Dávidnak játsza, szépen visszapasszolt. Bélci. Indítaná a bal oldalon Vajantot, aki megindulhat. Viszi az alapvonal felé. És visszapattan rá, így kirúgás. Nagy mentés volt egyébként Smidától, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül volt a legtudatosabb. De ez is egy jó lehetőség volt a szélről, megbontva a vendégek védelmét. Negyvenegyedik perc. Geistről, illetve Geist elől mentett Császár. Pap Márk végzi el a bedobást. Lefejeli Császár, Marci Róbert, Geist, Fazekas, de mely jól lép közben, Molnár meg kéne tartani, úgy van. Meg is tartja, ki is hozza Ákos, és még meg is játsza Bérci, csak nem tudja már átverekedni magát Marci Róberten. Smidát támadná Takács, de azért messze volt tőle, Sipos. És haza kell adnia, más megoldás nem kínálkozott. Horváth rúgja előre a labdát. Vajantról lepattan, Császár. Kemény küzdelem megint minden labdáért, és aztán lenny vendég. Kisebb összecsapás, Molnár Ákos békíti a feleket Pap és Bérci között. A játékvezető oda rendeli a feleket egyébként, hogy nem Molnár Ákos békítsen. És ha minden igaz, akkor lap nélkül rendezte most ezt a kérdést. Smida pedig a felező vonaltól rúghatja előre a labdát. Kovács Dávid lefejeli, Anderman. Ezt nem jól találta el Anderman Máté. Madarásznak szerencséje is van. Szabálytalan volt Ambrus. Kovács Norbert, illetve Dávid, bocsánat. Ambrus kerül a földre, és aztán Madarász Szabolcs indítani akar, de lecsúszott neki Anderman. Kovács Dávid.
és amikor már elvesztette volna Kovács Dávid, akkor szabálytalanok voltak vele szemben, mégpedig Marci Róbert. Molnár kapja középen. Elpattant egy picit csapatkapitányunktól, így Sipos oda tudott lépni, és most hozhatja a labdát, ez egy kontra lehetőség. Ez gólhelyzet. És finta. Hát nem mondom, hogy maga biztosan jött ki a kapujából, de arra elég volt pont, hogy megzavarja, vagy elbizonytalanítsa a vendég támadót, Fazekast. Andermann, ez most nagy lehetőség lett volna a vendégek előtt. Madarász fejeli vissza. Marci. Molnár nem nagyon szabálytalankodhat. Izsák mellől próbálunk labdát szerezni, ez sikerül is Kovács Dávidnak. Átverekszi magát, még mindig ő. És nem tudta tovább tenni. És az asszisztens jelzett, a játékvezető továbbot int. Rádics. Hap. Biztatja az Rinyi Miklós, hogy induljon. Deme mellett el is viszi Pap Márk. Visszateszi a jobb lábára, most jön a beadás. Császár fejeli ki. Ambrus. Átverekszi magát, aztán átviszi két emberen, Sipos mellett is Ambrus megiramodik. Négy támadó, és az indítás után Bérci. És nem jó a beadás, Mida tisztáz. Rádics. Kovács Dávid pedig szabálytalan volt. Rádics lenn maradt, Kovács elnézést kér. Sárga lap Kovács Dávidnak. És Rádics lenn is marad. Rendben lesz a vendégek, 13-as a Rádics. Pap rúgja előre. Marci még begyűjtheti. Ambrus állítaná meg, a beadás nem jó. Lejárt a rendes játékidő az első félidőben. És vége is az első félidőnek, ami 45 perc játék után 0-0. Az első félidő első felében több fonyódi lehetőség is volt. Rengeteg néző van a mérkőzésen, ami feltétlenül pozitív, de nem tudtunk vezetést szerezni, és aztán a Lengyel Tóti is kijött ebből a szorításból, így egyelőre nincs gól. Hamarosan jövünk a második félidővel. Már is folytatódik a második félidő, és a Fonyódi csapatban történt egy csere, mégpedig 19-es számú Mák Patrik állt be, és ha jól látom, akkor a 9-es számú Takács jött le a pályáról. Tehát az elmúlt időszak Fonyódi gólszerzői, Mák a Berény elleni meccset döntötte el, Takács pedig Földváron mentett pontot. Ki kellett jönnie Mák Patriknak, megmutatni a stoplist. Tehát támadó pozícióban változtatott Deme Norbert, és valóban a helyzet kihasználás miatt ott lehet némileg elégedetlen. És egyjára indul akkor a második 45 percben is a labda. Az első félidőben, különösen az első félidő derekáig nagyobb fölényben volt a Fonyód, és aztán ez jobban kiegyenlítődött, a félidő vége felé már nem is lehetett olyan komoly fonyódi fölényről beszélni, viszont helyzetek, lehetőségek tekintetében azért azt lehet mondani, hogy nekünk volt több esélyünk a gólszerzésre, miközben a vendégek jöhetnek majd. Thank you.
Kovács Norbert, császár. Csipos a földre kerül, de nem volt vele szemben szabálytalan senki, Molnár Ákos. Már beindult az üres területre, mégis Deme kapja. Kovács Dávid egy íveléssel játszaná meg Mák Patrikot, Ambrus. Visszakapja Kovács Dávid, egy perdítés, ami viszont hosszú és erős is. A vendégeknél nem volt változtatás. Fonyódi oldalon pedig egy csere, mint említettem. Andri Grény húzza el, császár visszafejeli, Andri Grény megint játékba avatkozik. Izsák Patrik tolja tovább, Madarász a bal oldalról indul. Elég lendületesen ráadásul, ahogy egy baloldali védőtől ezt sokszor sok helyen elvárják. Azonban megakadt egy pillanatra, és el is veszítette a labdát. Molnár. Szépen fordult le Molnár Ákos, viszont elég nagyot kapott. Rádics volt szabálytalan, azonban neki van egy sárga lapja, nem véletlenül szerettek volna a fonyódi játékosok sárgát látni, mert akkor Rádics mehetett volna zuhanyozni. Kovács Dávid. Anderman. Ellövi. És gól! Anderman lövésébe beletette egy lengyel tóti játékos a fejét, és így esélye nem volt Horváth Norbertnek a hárításra, vezet a Fonyód a második félidő elején, éppen úgy, ahogy az Andocs és a Balatonberény ellen is a második félidőben született gól, mind a két esetben a második félidő első perceiben, ez most is így történik. Írjuk Andermannak a gólt. Eddig egy gólja volt a bajnokságban, azért, mert lövésből lesz a gól. Vezetünk tehát 1-0-ra. Ezért érdemes lőni, ezt más mérkőzéseken talán hiányoltam is. Bérci. Bérci kapott is egyet. És akkor most higgadtan kell játszani. Finta császár. Deme. Bajant lép vissza a labdáért. Ketten szerelték végül is Sipos és Andri Grény. Aztán Pap indíthat. Gejsz szépen veszi maga elé, és aztán Bérci volt szabálytalan. Ha ez gólhelyzet, akkor piros lap. És piros lap van a kezében van a Gergelynek. Bérci kiáll. Meg kellett állítani a Geist. Patrikot. Így a gól után ember hátrányba kerül a csapat. Yeah, but I don't know.
tudok írba játszani, tudod? Nem? Most érted, Geisz Patrik áll a labda mögött. A sorfalat találja telibe Andri Grény, és Vajon Gyula szépen avatkozik közbe. Deme fejeli ki, Molnár ezt még tisztázhatja. Madarásztól elpattan Anderman, és a földre kerül, nem magától, hanem Pap Márktól. És elrúgja a labdát Marci Róbert. Egyre paprikásabb a hangulat a kispadoknál is, még akkor is, hogyha időnként jókat nevetnek ezeken a beszólásokon a jelenlévők. Finta! Sipos fejeli vissza. És ez is egy érdekes jelenet volt, sárga lap a 11-es számú Papnak. Anderman a gólszerző, vagy hát aki a gólt előkészítette, ez viszont nem volt veszélyes. Mák indulhat, vagy akár Ambrus is. Ezt nem fogja elérni Molnár Ákos. Három csatáros játékra vált a vendégcsapat, most adta ki a parancsot Zrínyi Miklós, hogy Andri Grény menjen föl. Ambrus. Molnár. Anderman. Mák! Szépen veszi át, de Madarász kizárja. És aztán ki is vágja, de ezt még meg is lehet talán menteni Andri Grénynek. Aztán Deme megállította. Vajant. Aztán Sipos, és végül is Andermanról megy ki. És sárga lapot fog kapni Sipos Bence is, labda elrúgásért Bana Gergelytől. Zrínyi Miklóst is nyugtatja Bana Gergely. Egyébként igaza volt, valóban Anderman ért hozzá utoljára, én is így láttam. De a játékvezető nem így ítélt, és akkor már kár vitatni. Molnár indítaná Ambrust, kifelé tudja vinni. Ambrus átverekszi magát Rádicson, és aztán a földre kerül, és kirúgás. Kovács fejeli le, Mák lép vissza a labdáért, ezeket jól csinálja. Mák Patrik aktívabban játszik, mint Takács. Ambrus betolja Pap mellé, és aztán megállítják őt.
Egyelőre egyébként nem látszik az ember hátránya a játékon. Molnár. Anderman kapja vissza. Anderman beadja, és aztán 15-össel Marci Róbert fejeli ki, és így szöglet lesz. Még ember hátrányban is jelen pillanatban tudunk támadni, tudunk dominálni. Ez mindenképpen jó hír. És most milyen fontos lenne egy jó pontrúgás, mondjuk egy Császár vagy egy Kovács Dávid fejes góllal. Molnár a hosszú felé. Ez nem biztos, hogy meg lesz, még Császár megmenti. És vissza is tud fordulni, és aztán jön a labda középre. Gyertyát rúgott az egyik védő, Ambrus megszerzi. És most viszont jöhet a lengyel-tóti kontra, Kovács Norbert nem bántja ellenfelét, az indítás viszont hosszúnak tűnik, Finta jön és az övé. Az 58. percen erre nagyon vigyázni kell, hogyha támadunk. Finta. Mákladott harcolott madarásszal, és aztán még ezért a labdáért is ment. Rád is tovább venné Anderman. Mák támadja Schmidát. Marci. Bal oldalon többen is üresen, most Geist van a labdával. Izsák. Marci. Egészen hátra kerül Schmidához. Madarász. Szép testjel el visszahúzta. Aztán Molnár állítja meg, de nem lehet szabálytalan. És Kovács Dávid szabálytalan volt végül is Madarásszal szemben. Schmida vállalja majd el ezt a szabadrugást is. Ebből simán lehet beívelés, és a bal oldalon teljesen üres, illetve a mi bal oldalunkon, a lengyeltőti jobb oldalán teljesen üres Sipos Bence, de jön az ívelés. Anderman kifejeli. Elpattan paptól. Mák. Az megvan Kovács Dávidnak. Lehetne passzolni is talán. Átverekszi magát. És az lap lesz Izsáknak. És az is piros, mert második sárga lap. Ugyanis Izsák az első félidő 26. percében, amikor Molnár Ákos és Dancsis lapot kapott, kapott már egyet. Így a 60. percben kiegyenlítődik a létszám. Izsák tehát második sárgával kiáll, kiegyenlítődik a létszám, és eddig sem látszott különbség e tekintetben. Jön a labda Molnár Ákos felé, és megpróbálta átemelni az érkező Mák elé, de Horváth kilépett és az övé. Ambrus! Ambrus ellövi! Gól! Ambrus óriási gólt rúgott! 2-0! És közben megint egy inzult usott Kovács Dávid és a kapus között, de már előtte Ambrus is sportszerűtlenül örült a góljának egyébként. Hatalmas nagy gól volt viszont. Talán inkább ezzel kellene foglalkozni. Van a Gergelynek egyébként, ez nem egy könnyű mérkőzés, ami azt illeti. Kioszt egy-egy sárgát, és akkor Kovács Dávid is kiáll. Ezért kár volt.
Tehát elég sűrű ez a 60-61. perc, és még egy kiállítás! Van a Gergely, elkezdett kártyázni. Sárgára piros. Kovács Dávid és Horváth Norbert is mehetnek zuhanyozni. Kettő-nulla minden esetre. Ambrus góljával. Hát nem dicsérték meg a vendégkapust itt a kispadjuknál, természetesen. És közben csere. Hiszen kapust kell bevinni a lengyel Tótihoz. És ha jól látom, akkor Szekeres Gergő fog beállni. Nyilván ő mezőncserének volt itt. A 64. percben, tehát Szekeres Gergő Sipos Norbert helyére áll be, és akkor a továbbiakban ő a kapusa vendégeknél, mégpedig kényszerből. Ambrus. Szép gólt rúgott egyébként a házi gól király, ha minden igaz, ez a 8. találata volt. Anderman elpiszkálja. Hát megkockáztatom, hogy a tavasszal a fonyódi csapat eddigi legjobb meccse. Mindkét csapat 9 játékossal tehát. Egy csúsztatás fazekastól mellé. Hatvanötödik perc, 2-0. Márk egyébként jó csere volt, továbbra is dicsérni tudom csak. Kovács Norbert megszerez egy labdát, ő meg stabilan játszik. Még akkor is, ha most elveszítette a labdát, de úgy látta Bana Gergely, hogy szabálytalan volt Geist vele szemben. Deme. Császár egy kicsit eltöri a labdát. Kovács indítja Ambrust, és a bal oldalon meg kiugrásra kész Mák Patrik. Ambrus középre tenni, és eltalálja Smidát. Aztán így szöglet lesz végül is. Fogja a fejét Mák Patrik, mert nagyon szerette volna ezt a labdát megszerezni, megkapni. Anderman. Szabálytalan volt, mégpedig Rádicsal szemben. Szerencsére nem kap lapot.
az első gól szerzője. Lehet, hogy lesz olyan jegyzőkönyv, ahol öngólnak lesz beírva az a gól, mert ugye egy lengyel tóti védő fején irányt változtatott. Marci. Eddig a tavasszal 4 meccsen 3 gólt lőtt a Fonyód, ma ezen a meccsen 2-t. Dancs volt az első fordulóban eredményes. Aztán Mák Patrik, majd Takás György, ma pedig Andermann és aztán Ambrus. Ez az 5 fonyódi gól története 2017-ben. De ne felejtsük el, hogy ma Bérci Dávid és Kovács Dávid is kiszállt idő előtt a mérkőzésből piros lappal, második sárgával. Ambrus startol erre a labdára és el is érheti. Andri Grény azonban mentett. Egyébként ők jóban vannak, nagyon ez most is látszik. És egy nagy versenyfutásba kezdtek, mind a két játékos elég gyors. Ambrus azonban ma egy olyan erény csillogtatott, amit régen láttunk, vagy ritkán látunk, egy távoli lövés szintén, vagy egy jó lövés. Az első félidőben sokkal határozatlanabb volt egy ennél jóval nagyobb helyzetben. Reméljük, hogy ez meghozza a kedvét és az önbizalmát. És Császár is fog kapni egy sárgát, akkor ő is kiáll. Hihetetlen. Bana Gergely újabb kiállítást abszolvál. Ez a 69. perc eseménye, most már csak 8 játékos van a Fonyódban. Hát ilyen meccsre én nem is emlékszem. És közben lent maradt Pap. És talán még cserélni is fog a Fonyód, mert Baranyai és Beszörményi is aktívabban mozog. És megint emberelőnybe került a lengyel tóti. Fazekas egy kényszerítőt Rádicssal. Deme szerintem ezt a, így van, a labdát szerezte meg. Andermann próbálja magát átfűzni. És a vendégek dobhatnak. Hetvenedik perc, 2-0, 5 kiállítás. Lesz miről beszélni a mérkőzés után. Mák gyönyörűen hozza ki, és egy a 3-1-ben indulhatunk Schmidára. Ez egy remek kontra lehetőség. Mák még. Ez nagyon rossz passz. Andermant kellett volna megjátszani, vagy a bal oldalon megiramodó Vajan Gyulát, de nem sikerült ez a megoldás most Máknak. Viszont lehet majd még ilyen lehetőség. Kovács fejeli vissza. Egybe löbölt labda Geisznek. Kovács Norbert megint nagyon jól lép közbe. És szabálytalanok voltak vele szemben egészen pontosan. Geisz Patrik. Molnár Ákos lent marad.
csapatkapitánynak van egy sárgája, most fájdalmai is vannak, lehet, hogy ő lesz, aki lejön. És 17-essel Böszörményi játékra kész. De mellett a csapatkapitány, a játékos edző. És akkor Böszörményi 17-essel jön majd. A harmadik perc tehát, és akkor Böszörményi erősíti majd a védelmünket. És van még cseréje a Fonyódnak is, a Lengyel Tótinak is, olyannyira, hogy az ex-fonyódi Tompa István 12-essel már az oldalvonalnál van. És akkor Pap helyére, aki 11-essel játszott, 12-essel tehát Tompa. Bizonyíthat tehát egy másik egykori fonyódi játékos. Bő negyed órát kap mesterétől. Fazekas. Ma abból sokat nem mutatott, hogy miért ő vezeti a góllövő listát, de az is igaz, hogy egy ilyen játékosnak sokszor egy villanás elég ahhoz, hogy gólt szerezzen, vagy akár eldöntsön egy mérkőzést, Geist teszi vissza. És ez nem jó. Egy kis meg nem értés a vendégeknél, vajon pedig előzékenyen ott hagyja Fintának a labdát. Anderman lövése után szereztünk vezetést. A 49. percben. És aztán Ambrus a 62-ben növelte az előnyt 2-re, így 2-0. Kovács Norbert fejeli az üres területbe, és már indulhat, már biztos, hogy gyorsabb, mint Madarász, mondom én, de aztán ez nem így van, és még meg is állítja a vendégek 2-es számú játékosa, azonban mindez szabálytalanul teszi. A szabadrugást pedig majd Anderman végezheti el középen, csak Ambrus és Mák, vajon lopakodik még hátulról. Anderman. Vajon és fölé! Óriási helyzet maradt ki. Ember hátrányban még növelhettük volna az előnyt. Vajon támadja közben Andri Grényt. Tompa, összejátszik a két volt Fonyódi. És Ambrus szabálytalan volt, fájt mind a kettejüknek. A szabadrugást Tóti elvégezheti, Andri Grény. Marci kapja tőle vissza egyből. Aztán újra ugyanez az összjáték. Gyors kényszerítőkkel Böszörményi az üres területbe, és Mák rajtolhat, gyorsabb lehet, mint Tompa. Tompa el is sodorta, de nem volt szabálytalan. És Vida kérte el tőle középen tisztán, hiszen csak Mák van a Lengyel Tóti térfélen. Madarász húz befelé. Ez egy rossz lövés. Finta le se vetődött érte, hanem lábbal vette át. Aztán most veszi csak fel.
nyilván nem sürgős most már a Fonyódnak, Finta rúgja előre. Smida. És Ambrus megint szabálytalan volt, és aztán a közönség soraiból már talán viccesen, vagy nem is biztos, hogy viccesen bekiabáltak, hogy piros. Egyébként nem lehet szerintem kizárni, hogy lesz még ilyen. Gejzt középre teszi, és Böszörményi ment, Fazekas elől remekül. Így viszont szöglet lesz. Grégy. Kovács egyből, illetve hát egyből várta a labdát, Rádics és Kovács ki tudta csúsztatni. Madarász micsoda mozdulattal, Marci. Már állt bele, nem tudott lőni Marci. Tompa! Ez veszélytelen. 78. perc. Dancs kérte számon Tompát, mint egykori csapattársat. Ne veszélyeztesse itt a Fonyódi kaput. Hát igen, ennyi belefér, egy kis humor. Szépen csúsztat Ambrus, és Mák egy az egyben Smidával. Mák. Szépen beviszi a 16-oson belülre, jön a beadás is. És aztán Madarász, Tompa. Nem mondom, hogy a legjobb érintéssel. Vajant lép közbe. Még mindig Vajant, és elindulhat ő is a 16-oson belülre. Ez se jó középre, és aztán Madarász kivágja. De már megállítja Geist. Patrikot. Vendég szabadrúgás. Smida. Madarász kapja, most már viszont látszódik azért az ember fölénye. A vendégeknek többet van a labda náluk, igyekeznek kezdeményezni, de hát két góros előnyünk van. Deme pedig szabálytalankodik, és az egy veszélyes szög. Egy veszélyes szabadrúgás következhet. ...79. perc. Három tagú lesz a sorfal, Ambrus, Anderman és Deme személyében, amit Finta állított. Ezt Marci és talán Rádics is elvállalná. Nem Rádics lövi, hanem Marci el... lövi, és kirúgás lesz, a saját emberét találta el, ezt megúsztuk. Sokkal veszélyesebb volt ez a pozíció annál, mint ami lett belőle. Lassan többen vannak a Fonyódi. Jobb oldali szöglet zászlónál Ambrus közben el is lőheti, és mellé, de el kellett vállalni, mert Szekeres messze kint volt a kapujából. Most nem találta olyan jól el Ambrus, mint a gólnál. Tompát támadja Ambrus, nem túl nagy meggyőződéssel azért. Tompa rátekeredik a labdára, 81. perc már. Megint Madarász brillírozott. Ott maradt Fazekas előtt. És tovább ott int érdekes módon Bana Gergely, pedig Fazekas lent maradt, viszont Anderman indulhat a bal oldalon. Ambrus. És nem sikerül megjátszani, Smida mellét találta el. Fonyódi bedobás.
Kovács dobja haza Fintának. Finta szépen a bal oldalra, Böszörményi Vajant. Tompa elveszi, és Böszörményi kap egy jó nagyot, viszont előnyszabály Vajant, mert van előtte terület, nincs védő. Vajant még megszerzi, nincs ott senki. Teljesen szétszakadt a pálya, igazából egy káosz van, és szekeres véd. Ugye ő kényszerkapus, tehát érdemes volt lőni. Hát izgalmas meccs lett belőle így húsvétra. Két gólt is kaptunk a csapattól ajándékba, ez idén még egy meccsen belül nem sikerült, és nem is voltak csúnya gólok. Ambrus. Anderman pont a két gól szerzőért labdához. A harmadik perc, amikor Schmida átveszi a labdát és indítana, de most fölnéz, hogy kit lehet. És most indítja el a jobb oldalon André Grain-t. Vajant szabálytalan volt. Egyébként Vajant nagyon jól játszik, azt gondolom. Finta jön, és az övé szépen lépett ki kapusunk. Ő is bizonyít ma. Tompa fejeli vissza, Marci. Banán áll meg a labda, Anderman pedig mehet mellette, ott van Mák Patrik kiugrásra készen. Anderman, és mellé. Ez is nagy lehetőség volt. Nincs se középpálya, se védekezés, így folyamatosan hatalmas lehetőségek és területek adódnak. Többször eldöntettük volna a mérkőzést, Deme keményen lép oda. Fazekassal szemben szabálytalan volt. Nyolcvanötödik perc már. Mide a labda mögött, ahogy ez lenni szokott. És Mide ellövi. Finta! A levegőben úszva mentett. Tompa! És mellé, ez veszélytelen. Percenként van most már egy-egy lövés, ami ráadásul próbára is teszi a kapusokat. Megsürgeti Bana Gergely a kapust. Vajon csúsztatna, de nem ért hozzá, így viszont Mák előtt van terület, nyugodtan viheti, hiszen senki Schmid a középen van. Mák! És lepattan Schmidáról, viszont szöglet. És ez jó is a Fonyódi csapatnak. Aztán az egy más kérdés, hogy itt a rengeteg kiállítás és eltiltás miatt majd jövő héten Szőlősgyörökben hogy áll ki a csapat. De hát majd nyilván ezt Deme Norbert megoldja. Hiszen az már biztos, hogy Kovács Dávidra, Császár Viktorra és Bérci Dávidra sem számíthat majd. Anderman pedig elvégzi majd a szögletet. Csak ketten, Mák és Ambrus vannak középen. El is juthatott volna ez Ambrushoz, és még Ambrusnak meg is lehet. Jól tartja a labdát Ambrus. Szépen megjátsza Mákot. Mák.
Mák és kimarad! Vissza kellett volna tenni Andermannak, ezt ő is tudja abban a pillanatban, amikor mutatta magát, a teljesen tisztán maradt Andermann. Egy újabb lehetőségünk volt a harmadik gól megszerzéséhez, amely már végképp pontot tenne a mérkőzés végére. De hát úgy gondolom, hogy így is, ilyen kevéssel a vége előtt és 2-0-val azért jó eséllyel ezt a meccset meg lehet nyerni, de azért még figyelni kell. 87. perc. És Mida lopakodik megint. Mák most támadná meg. Vajon szépen lép közbe sarokkal Andermann elé. Az üres területre passzolt labda pedig Tompáé lesz. És Mák lent marad. Meg kell állítani a játékot. Mák rosszul lett, ha jól láttam. Elég ijesztő volt, ahogy Szabó Roland odament, és mutatta, hogy segítség kell. És közben 14-essel Fenyvesi Flórián fog beállni, visszatér tehát. Nem tudom, mi történhetett Mák Patrikkal, mert Tompával nem találkozott, ez valami egészen más probléma. Cseréje tehát Fenyvesi. Nyolcvankilencedik perc egyébként ez az esemény már, ez a csere. Mák Patrik szerencsére talpon van, Fenyvesi pedig már támadja Tompát, de meg kipasszolja, kicsit röviden, fazekas, előtte marad, jó a bepassz, Kovács Norbert, aztán Madarász, Ambrus eltolja, most megint lehet kontrázni, óriási terület van előtte, Halléri, bent tartja Ambrus, és nagy sebességgel közelít az ellenfél kapuja felé, megpróbálja középre tenni, és aztán kivágják. Ma nagyon jól ki tudjuk használni Ambrus Marci képességeit, ami a sebességet illeti. A 90. percben járunk, 2-0-ra vezet a csapat, és nagy győzelem előtt áll. Fenyvesi rutinosan kiharcol egy pontrúgást. Andermann és Fenyvesi a labda mögött. Lejárt a rendes játékidő is. Fenyvesi. El is tudnám képzelni, hogy Flóri ellövi. Főleg így, hogy beljebb lesz majd ez a szabad rúgás. Most már nem osztogatja a lapot Bana Gergely, még akkor is, hogyha a Fonyódi Kispad szeretne egy lapot látni. Fenyvesi ellentmondás nem tűrően helyezi le a labdát, ezt ő el is fogja végezni. Elképzelhető, hogy megpróbálja Szekeres Gergőt meglepni. Kaput kellene találni Flóri, és akkor meglátjuk, hogy a kényszerkapus hogy véd. Fenyvesi ellövi, és aztán kisimogatja Szekeres ezt a lövést. Így szöglet lesz. Nekünk ez a legjobb. A
Ambrus ott hagyja. Fenyvesi és Anderman érkezik a helyszínre. Anderman kis szöglete után Fenyvesi, aki rutinosan tartja a labdát. És Bana nem vár tovább. 2-0. A Balaton Berény után, tehát egy másik nagyon fontos rangadót megnyer a csapat a listavezető lengyel Tóti ellen, így 9 pontra csökken a hátrány, és hogyha jövő héten sikerülne nyerni Szőlősgyörökben, akkor majd szabadnapos lesz a lengyel Tóti, akár 6 pontra is zsugorodhat az eddigi különbség. Megérdemelten nyert a Fonyóda mérkőzés összképét tekintve, hiszen gól nélküli első félidő után sikerült vezetést szerezni a 49. percben. Anderman lövése megpattant, és utat talált Horváth Norbert kapujába. De aztán egy óriási gólhelyzet lehetett volna az ellenfélnél, Geist kiugrása után Bérci elgázolt a piros lap. Majd utána számos sárga lap, végül Izsák is kiállt második sárgával, és volt egy páros kiállítás, amikor Ambrus a második gólt megszerezte a 62. percben, Horváth Norbert és Kovács Dávid kakaskodott. Tehát 2 piros, az már 4, és még aztán Császár is második sárgával kiállt, így 5 kiállítás, 2 gól, 2-0. Jövő héten Szőlősgyörökön játszik majd a csapat, és aztán április 30-án majd a Balatonszabadi ellen 17 órától lesz a következő hazai mérkőzés. Áldott húsvétot mindenkinek, a viszontlátásra!